A különböző vadfajok életmódjukkal és táplálkozásukkal jelentős gazdasági kárt tudnak okozni az élőhelyükként szolgáló erdőkben és a mezőgazdasági területeken. Az így keletkező vadkár megelőzése a vadgazdálkodók, illetve az erdő és mezőgazdálkodók közös érdeke és feladata. Ha azonban a szakszerű védekezés ellenére is bekövetkezik a vadkár, akkor annak korrekt megállapítása és értékelése egy bonyolult szakértői feladat, melynek a kártérítés során kiemelt szerepe van. A vadkárbecslési eljárásra korábban nem volt egységes eljárásrend hazánkban. Az útmutatót az Agrárminisztérium hozta nyilvánosságra, megalkotásában azonban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Magyar Vadászkamara is tevékenyen részt vett. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy legyen egy olyan szakmai anyag, amely teljesen egységes alapokra helyezi azt, hogy egy kárszakértőnek hogyan, mi módon kell dolgozni. Eddig is jó színvonalon dolgoztak a vadkárszakértők, de mivel többféle technikai megoldás, többféle módszertan volt, amely alkalmas a vadkár felmérésére, előfordult, hogy esetleg ugyanarról a vadkárról a két különböző szakértő akár nagyságrendileg is más kár értéket állapított meg. Hozzáteszem, mind a ketten a helyes eljárást használva, csak az eljárások között ilyen óriási különbségek tudtak adódni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében legtöbbször az uborkában, a dinnyében, illetve a kukoricában tesznek kárt a vadak. Az útmutató minden növénykultúrára kiterjedően pontos szabályokat fogalmaz meg. A Vadászkamara megyei szervezetének titkára szerint is elejét lehet venni a vitás kérdéseknek. Én nagyon bízom benne, és el fogom követni a tőlünk telhetően mindent, hogy a hivatásos vadászok is erről kapjanak kellő információt, hogy már amikor bejelentik a hivatásos vadásznak a vadkárt, akkor már ő ezzel a felkészültséggel lássa azt, hogy mégis ez körülbelül mekkora kár értéket jelenthet, illetve hogy majd a felmérés során neki mire kell odafigyelni, mivel tudja segíteni a kárszakértő munkáját, hogy minél korrektebb, mindkét fél megelégedésére szolgáló eredmény születhessen. Az útmutatót az érintett gazdálkodók, szakértők és vadászszervezetek már megkapták, a dokumentum azonban mindenki számára hozzáférhető az Agrárminisztérium weboldalán.